Szeretném, hogyha elsőként elénekelnénk nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Én megkérném Gyurics Zsolt polgármester urat, hogy mondja el nekünk ünnepi beszédét. Kedves fiatalok, tisztelt zsombója! A tett halála az okoskodás. Március 15-e hazánk talán legmegfelelőbb nemzeti ünnepe, amikor nem vereséget ünnepelünk, hanem egy reményteli kezdetről emlékezünk meg. A magyar történelem egyik legmegfelelőbb, legfelemelőbb pillanatáról, amikor az idealizmus tettekkel párosul, és győzedelmeskedett a magyarságra jellemző, mindig lehúzó kisítőséggel szemben. Mi történt 165 évvel ezelőtt? A császári önkényuralom mozdíthatatlan bástyáinak mástyái omlottak le. Néhány lelkes fiatal forradalmi hevülettől fűtve tömegtüntetés szervezett, és az addig rendíthetetlennek hitt, a császárt szolgáló hatóság képviselői gyáván meghátráltak. Íme annak a példája, hogyha túllépünk a pesszimista, soha nem változik semmi hozzáálláson, a kis hitűségen, a gyávaságon, a kisebb erőségi érzésen, az önsajnálaton, ki tudjuk fordítani a világot a sarkaiból. Meg tudjuk változtatni az eleve elrendeltnek hit dolgok folyását. Persze a később történtek ismeretében nem ilyen egyszerű visszatekinteni arra a bizonyos márciusi napra. Hiszen volt utána egy szabadságharc, mert a szabadságot nem adják ingyen. Volt egy katonai verség, megadás, megtorlás, majd következett a néma ellenállás, mely végül a kiegyezéshez vezetett. Nézhetjük ennek a fényében, és elkövetjük március 15-ét egy későbbi vereség és gyászos fordulat Csalókán ígéretes nyitányának. Nézhetjük önmagában is, és a márciusi ifjak helyébe képzelve magunkat, érezhetjük azt a reménységet, az összetartozásnak azt az örömét, amelyet ők éreztek a szívünkben. Mindannyian átélhetjük azt a lelkesítő tudatot, hogy egy közös cél megmozgat minket, amiért félretesszük az önérdeket és a személyes ellentéteket. Tegyük ezt évről évre, hónapról hónapra, napról napra. Éljük át azt a lelkesítő tudatot, hogy egy közös cél megmozgat minket, amiért félretesszük az önérdeket és a személyes ellentéteket. Petőfiék március ízusán a cenzúrával szembeszegülve kinyomtatták a Landerer nyomdában a 12 pontot és a nemzeti dalt. Amit Pesten több helyen is elmondtak, elszavaltak. Az embereknek olyan célokat adtak, amellyel egy egész nemzet azonosulni tudott, amiért összefogtak őseink, amelyekért sikeres forradalmat és egy dicső szabadságharcot vívtak meg. Fontos leszögeznünk, hogy 1848 sikeres forradalom volt. Az ezt követő szabadságharc is csak a hatalmas külső nyomás hatására tört meg és bukott el. A márciusi eseményekhez tehát szervezés is kellett, fiatal, tetrekész és felelősségteljes politikusok, politikailag széles látókörű polgárság, amely a nemzet jövőjét helyezi az első helyre, és nem habozik, amikor az általa nyújtott támogatásra, kezdeményező készségre, tetteire van szükség. Nekünk is ilyen összefogásra van szükségünk. Ilyenre, amelyik nem kirekeszt és elválaszt, amelyik nem a különbségeket helyezi előtérbe, hanem az egységet, a közösséget. Együtt a legnagyobb dolgokra is képesek vagyunk. Bármit legyőzhetünk, ami gátol a felemelkedésben. Erre mutattak példát azon a borús márciusi napon a Pest-Budán összegyűlt tömegtagjai. Csodák mindig vannak, és valóban azokkal van a szerencse és Isten, akik mernek kockáztatni, és tiszta szívvel néznek szembe a kihívásokkal, a küzdelmekkel
és az akadályokkal. A kényelmes halogatás helyett a tetteket felvállalni, haladni pedig kell. Madács Imrétől kölcsönzött szavakkal, a tett halála az okoskodás. A magyar ember legyen újra arról nevezetes, hogy meg tudja tenni, amit meg kell tenni, hogy támogatja azokat, mellé áll azoknak, akik tudják mi a dolgot, és teszik is azt. A dicsőséges forradalom és szabadságharc története azonban nem ért véget 1849. október 6-án. A közös akarat nem érte el ugyan közvetlenül a célját, a szabadságunk kivívását, de összefogott a magyar nemzet, és pozitíve és a passzív ellenállás végül meghozta az eredményeket. Sokan évtizedeken keresztül küzdöttek a közös ügyünkért. Ennek egyik fontos esemény sorozata volt 1951 és 54 között a Magféle összeesküvés néven ismert mozgalom, amelyet Mag József szervezett Kossuth Lajos nevében és felhatalmazásával az 1848-49-es forradalom és szabadságharc folytatásaképp a Habsburg uralom ellen. Újra lángra szerették volna lobbantani a forradalmat. A szervezkedés aktívan folyt az egész országban, különösen Erdélyben, de legeredményesebben a Székelyföldön. Sajnos egy osztrákként be tudott épülni az összeesküvők közé, és 1952. január 24-én letartóztattak 60 forradalmát, majd felszámolták az egész addigra felépült hálózatot. 1954. március 10-én Marosvásárhelyi postaréten, a mai Székely mártírok terén kivégezték a Székely összeesküvők vezetőit. Azt gondolom, hogy a jelenlévők előtt ismert, hogy a székelyek egy olyan nemzet része a magyarságnak, akik évezreden keresztül védték keleti határainkat, innen tőlünk 5-700 kilométerre keletre a Kárpátok lábánál. A történelem folyamán gyakorlatilag viszonylagos autonómiában önrendelkezésben éltek, amit a 20. században elvettek, amíg ma is 7-800 ezer főt számláló székelységtől. Tudjuk, hogy az első világháborút lezáró békediktátum szétszakította a magyar nemzetet, és Magyarországot, így Erdély is, és benne a Székelyföld Romániához tartozik. De miért is érdekes ez az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról szóló megemlékezésem? Tisztelt ünneplők! A forradalom és szabadságharc eszméje 165 év után is hatással van. Most is fontos érték a szabadság, az összefogás és a közös akarat. A székelyek a többi magyar támogatásával összefogtak egymásért, a közösségi céljaik megvalósításáért, a mai értelemben vett szabadság, az autonómia, magyarul az önrendelkezés kivívásáért. A Székely Vértanút napját, március 10-ét kikiáltották a Székely Szabadság napjának. 4 napja, március 10-én összegyűltek 30 ezeren Marosvásárhelyen, a Székely Mártírok emlékművénél, megfogalmazták az autonómia igényüket, amelyet közfelkiáltással el is fogadtak, és az erről szóló dokumentumot Marosvásárhely földterére vonulva átadták a román kormány helyi emberének. Őszintén hiszem, hogy a szabadságnak, az önrendelkezésnek van jövője. A székelyek eredményesek lesznek, és mind a magyarok, mind a románok javára szolgáló területi egység jön létre a Székelyföldön. Vörös Marti örökérvényű szavaival: az nem lehet, hogy annyi ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. 1848. március 15-én a márciusi ifjak vezérletével őseik megtették, évszázadokra megmutatták, hogy milyen mércének kell megfelelnünk itt a Kárpát-medencében, a Székelyföldön, Magyarországon, Zsombón. Dicsőség a 48-as és a mai hősöknek. Köszönöm szépen!
Születni nagynak, barnagy, bajban büszke hősnek,
de döntő harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessen, de mindig hiába, hogy mikor már érik a vetés, akkor fújjon rá írtó jégverés. Fölajzott vágyjal, szomjat keseregve, a szabadító Mózest várni egyre, hogy porrázózza azt a szép falat, mely végzetünknek kövült átkaul, ránk néz merően irgalmatlanul, s utunkat állja, zordan hallgatlan. Vágyottan tűnni furcsa végzetünk, mesélni kész közelít vetészerünk, s mert sok bajunkat nincs ki megtorolni, egymást vádolni, egymást marcangolni. Majd folytott kedvünk, hogyha megvad, szirajra tenni, mint a vérfotok. Háborgó vérrel, kesergő megadni, hogy mi nekünk haj nem tud megvíradni. Hogy annyi szent hív, annyi őserő, megsebzett sasként sírva nyögdelő. Miért nem repülök fönn a tiszta lényben, munkászabadság éde gyűrében? Hogy miért nem tett bennünket a végzet, hús csonkaságnak fájó töredéknek? Tombolva inni hegyeink borát, kesernyeinknek izzó mámorát. S mikor már a vérünk ma... Vérünkben a tetvált az a nyarga, felbúrni, tompa, lázadó haraggal. S mikor már szívünk majd megszakad, nagy keserünkben, húsz szégyenünkben, falhoz vágni az ügyes pohara. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni, oly bús, oly nehéz. De túl minden büszkeségen, önérzetünket nem feledve mégsem. Nagy szívvel, melyben nem akad a bűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszked a Kárpátok alatt. Ha küszködünk, ha szenvedünk, ha szív sírva, viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szívva, magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva örök honszerelmét, s féltön borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön, örökre. Thank you.
Híja haza! Itt az idő, most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok! Magyarok Istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáj, kározottak ősapány, kik szabadon értek haltak, szóval fele nem nyugodtak. Magyarok Istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Felkerést tört ki október 6-án. A császári udvar elmenekült
azonban a második bécsi forradalmat még október végén leverték. December 2-án lemondatták 5. Ferdinándot, és helyére a 18 éves Ferenc József került. Parancsára december 13-án Windisgrét herceg vezetésével általános támadás indult Magyarország ellen. Windisgrét 1849-ben tovább folytatta a támadást. Február 26-27-én ugyan győzöttek Áprilmegy csatának, de ezt a győzelmet alaposan túlélték el. Ennek hatására Ferenc József kimondta, hogy Magyarország örökösztő örökös tartomány lesz. Ám korai volt a császárnő győzelembe vezetette, ugyanis bárcsapatai kiszorították az osztrákokat Erdélyből, majd április elején megindult a magyar hadsereg tavaszi hadjárata, amely a szabadságharc legfényesebb katonai sikereit hozta. Ezt fejezi ki a nemzeti színű kokárda is. Piros színe az erőt, a
fehér a hűséget, a zöld pedig a remét jelképezi. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, s népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, egymásra kell eljön végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek a jóban, igazban, szépen, minden vallásban és minden népben, és Istenben hé a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út és az élet, és maradok az úton, még csak élek, töretlenül, ember és magyar. Jövő szól hozzám,
ami századunk múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá lében ír. Talán csak értenénk a múlt intő szavát, az égre més a kijelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet már véle mindig, kukkot áll a tisztetőn, a hőtőjén folyom, az elvédés mezőn. Mely a téli fajban is visszatér, most is új tavasz vár és jó remél, hogy felne az, hogy én. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szervet az, ami visz tovább. Szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát, bár csak értenék a múlt intő szavát. Égvelés a kérdés, mi csak szívünk lát. Jöhet már ide mindig, hogy áll a tisztettől. A fönnvő folyó, az erdődés nem ő. Ez a korokon, mivel élünk, boldog és jövő. Minden hozzá vinni, áll a benne. Szeretnék egy nagy tapsot kérni Nagy Mihály Tímának, aki a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában járt.